Tervetuloa kotiin. Hauska tavata. Moi. Hordói év, az minden családban, főleg éjszakon. Az a hagyomány, hogy családban mindig ilyen, ez a barack virág. Ez egy tavaszi, az élet, minden. És ez minden családban van egy ilyen. Ez azért van itt, mert nemrég hordói év. Gazdagságot jelent, és szerencsés gazdagságot, boldogság. Szóval ezek a jelkép. Az én nevem az hő, és a hő az lilium virágot jelent, és amikor APEC-ban dolgoztam, a munkatársam úgy átkeresztelték, hogy egyszerű legyen megszólítani, és hát rám ragadt a lilinél. Mióta jött Magyarországon? 76-ban jöttem ide Magyarországra, 82-ben Agrár Egyetemet végeztem, akkor mentem haza, és 83-ban már visszajöttem azóta folyamatosan. Tudott valamit Magyarországról korábban? Igen, ezt tudtam, mert édesapám többször volt Magyarországon, olyanok idején a közlekedési minisztériumban dolgozott, és elég fontos beosztása volt, és többször volt Magyarországon. Emlékszik, hogy mi volt az első benyomás, amikor Budapestre érkezett? Milyen volt ez a város önnek? Ez számomra gyönyörű, és máig napig is, máig is mindig gyönyörű ez a Budapest. Bárhova megyek is a világon, elég sok helyre utazom. Nekem, én szerelmes vagyok ebben a városon. Szeretem ez a város, meg mondhatom, hogy büszke vagyok, hogy itt élhetek. Szeretem nagyon az a Budapestet. Nekem ez a szerencsém van, hogy van két hazám. Ez mindig az. Ott vagyok otthon, itt vagyok itthon. Én magyarul gondolkodom. Hát itt vagyok már. Több mint 40 éve. A gyerekeim ez a vietnámi nyelvet is beszélik. Nem úgy, mint a magyarul, de beszélnek. Szintén azért időközönként hazajárnak, meg szeretnek. Szóval úgy kommunikálunk otthonnal. Nekik is olyan hazamennek úgy ide, de akkor azt mondják, hazamegyünk. Én APEC-ban dolgoztam. És akkor a közvetlen főnököm funkciója van a Borvilág Szövetségben. És általa én megfeltőztem, hogy szeretem a magyar bort. Úgy minden évben hazamentünk, és végigjártunk Vietnámban, és csináltunk a borkóstolók, elmeséltünk a magyar országról, vetítünk a ilyen videókat, és most már otthon nagyon ismeri a magyar bort. És ilyen zsúfoltság van az utcán? Így van, igen, igen. Ez egy gyerekzetes az kalap nálunk, a hölgyek, a szolgyák. Mi a neve? Nan. Kedvenc helye itt a városban? Igen, én ezt nagyon szeretem. Bármikor társasága, egyedül vagyok. Még este úgy szoktam, hogy ha nem érzem jól magam, akkor egy körbe megyek. Kocsiban, igen. Így megyek, az alsó rapat, másik oldal végig. És ez jó tesz lelkire? Igen, nekem ez jó tesz lelkire. De sokszor mentem Bécsbe. Olyan, mint a Budapestben mennék, de mégsem. És ez a Dunapart rész, ez csak Budapesten van. Még Párizs sem olyan szép, mint az, ami itt van. Thành phố Budapest rất là đẹp và thơ mộng. Nếu mà các bạn mà đến Đức Hùng hoặc là đi đến châu Âu, hãy đến thăm thành phố này.